Tóni, ki ne gyere a kazánból? Ki ne gyere? Mi ne gyönnék? Én mert tudod, hogy betüzellek, mert rosszat tettél. Hát elég baja. Most azért, hogy megittem egy fél decit, azért kell elégetni az ember. Azért. Mert te haragszol a cigányokra, meg azt mondtad, hogy minden cigánt itt ígetél el, ezen próbálod ki. Csak azt, amelyikre haragszok? Hát de mindenkire haragszok. Ne beszéljél. Hát van itt van négy cigány, azt mondtad, hogy ezt a héten elégetem. Ki ne gyere, Tóni? Bolombiszka, gyere ma! Majd máskor nem iszol, Tóni, ne félj! Szia! Ez egy nagyon jó felvétel. Jó volt még akkor, amikor ez készült. Nagyon szuper. És az nem zavarja... És pontosan mit látunk ezen a felvételen? Nem zavarja önöket, hogy ez 2008-ban lerágott csont volt? Hogy 2018-ban ezzel kampányoltak. Többek között önök, és én több mint... Nálunk ez biztos nem jelent meg ez a videó. Több mint 4000-rel több szavazatot kaptam, mint előtte. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy ugye az én munkámat nem a budapesti zsírpopik határozzák meg, hanem a jászapáti emberek. A jászapáti emberek ismerik ezt a felvételt. Ismernek és engem. Mi történik ezen a felvételen? Hát ez egy vidám, ironikus felvétel. Az, aki rajta van, az a barátom. Az a barátom volt, azért van rajta. Azért dolgozott a vállalkozásban. És az ő kérésére, az ő megrendelésére készült, hogy a videós az nem úgy hirtelen toppant oda. Hangsúlyozom, 2008-ban. Ez az ember a barátom, az ő kérésére készült. És ami a legszánalmasabb az önök részéről, hogy az és ember... És a videóban az a megengedi, hogy befejezzem, hogy elégetik a megengedi, hogy befejezzem. Megengedi, hogy befejezzem. Ez az ember meghalt. Önök egy halott embernek a emlékét gyalázzák. És már 2000... És úgy gondolja, hogy az emberi méltóságát az nem sértette, amikor ilyen felvételt készített róla? Azt sérti az emberek méltóságát, hogy egy régen elhunyt embernek az emlékét önök gyalázzák. Eljönnek ide Jászapátra, zaklatják az emberek. Azt se tudják, hogy hol kell fel a nap. Tudja, hogy hol kell fel a nap? Nem. Keleten. Nem. Gőz, hol van kelet? Kaptak egy feladatot, egy lerágott csontot. Kaptunk egy felvételt, amit meg akartuk kérdezni a véleményét. Egy feladatot, egy lerágott csontot. És más alkalmazottjaival is játszott hasonlótot. Ugye emlegetik, hogy más alkalmazottjaival is be fog tenni a kazánba. Menjen ki a romatelepen. Ilyen történt máskor is. A véleményét, hogy mi a véleményük rólam. Én többet vagyok a romatelepen, mint bárki. Főleg önöktől, mert önöket besengednék. Engem beengednek és szeretnek. És többen szavaztak rám, mint 2004-ben. 2014-ben. Mi nem indultunk a választáson, nem fogunk. De úgy gondolom, hogy képviselőnek a megmérettetése az az országgyűlési választáson volt. Ez 18-ban ezt a videót lejátszották. Próbáltak vele lejáratni, és többen szavaztak rám, mert ismernek. Önök eljönnek egy lerágott csonttal, és nem szégyellik magukat, hogy zaklatják a jászapát. De akkor azért szerint vállalja ezt a videót, és ami rajta van. Amit elmondtam önnek, ez egy a barátom kérésére. Ez egy megszervezett, megrendezett videó volt, úgy, ahogy ő akarta. Úgy, ahogy miért akart ezt a videót, hogy ilyen, így tüntessék fel, hogy egy kazánban elégetik azért, mert cigány? A társaságának így akarta, hogy legyen egy ilyen videó, azon ez egyébként a saját családi házamnak a vállalkozásában. Ön szerint az ellenségem vannak a családi vállalkozásom portán? Vagy azt látjuk, hogy egy alkalmazottja volt, aki, még aki azt jegyzek, hogy ezért bünteti, azért, mert megívott pár felest. A barátom. Én azt javaslom, hogy szégyeljék egy kicsit magukat. Eljönnek, jársz? Nem mi akartuk elégetni ezt az embert. Ne, nézze, hát kapnak egy lerágott csontot, eljönnek ide jópofizni, zaklatják az embereket. Meg akarjuk erről kérdezni a véleményét, mert úgy gondoltuk, hogy ez így fair. Hogy 2008-ban készült, 2018-ban ezzel már próbáltak lejáratni, és több mint 4000-rel több szavazatot kaptam, mert ezek az emberek, akik itt élnek, ismernek, szeretnek, tisztelnek, és tudják, hogy hogy állok mondjuk a romákhoz. Úgy állok, hogy munkát adok nekik. Kenyeret adok nekik, és ez az ember, személy szerint ez a barátom. És ott voltam a halálos ágyánál, és én fizetem a temetése költségét. Még most se szégyellem magát? Miért kellene szégyellnem magam? Még most se szégyellem magát? Hogy egy halott embernek, vagy embert gyaláznak. Én azt gondolom, hogy nem alapvetően a videó elkészült, ennek a körülményeit akartuk kideríteni, és úgy gondoltuk, hogy úgy korrekt, hogyha erről megkérdezzük önt is, mint az érintettet, és hogyha azt mondja, hogy ezért szégyelnünk kell magunkat. Akkor kérdeztek meg, mint hogy összejárták a várost és zaklattak mindenkit. Én itt élek, ezek az emberek ember ismernek. Meg akartunk bizonyosodni róla, hogy ez azon ön van. Megerősítették a helyek, hogy szerintük is ismerték is. Tehát amit az előbb elmondott, azzal tisztában voltak, de meg akartuk kérdezni az ön véleményét is. Úgy gondolom, hogy az ön szerint is ez a korrekt eljárás, nem? Látom, hogy kezd elpirulni, minden oka megvan rá. Én azt javaslom, hogy szégyeljék magukat és menjenek vissza Budapestre. Keressenek egy olyan csontot, ami nincs lerágva 12 éve.
Viszont készítnék hasonló videókat majd az alkalmazottaival? Úgy az idő eldönti. Viszlát? Minden jót.